itt van Szijjártó Zsolt a gitáros, és Beck Zoltán a másik gitáros. Üdvözöllek titeket a 95.8-on. Sziasztok! Sziasztok! Pont arról beszélgettünk itt az előbb, hogy nem nagyon vannak nálatok tagcserék, viszont abban a pillanatban, amikor ti csatlakoztatok, pont egyszerre ment el a két gitáros. Ez hogy volt? Na, én mondjam? Meséljetek. Hogy kerültetek a képbe? Hát egyébként én... lehet, hogy nem jól tudom, de én kerültem először a képbe. Az volt a lényeg, hogy amikor elment az első gitás, de mondom, tehát nagyon közel voltak egymáshoz, akkor a Molics Zsolti, aki a Petrásének egyik legjobb barátja, egykori zenéstárs, és ugye a Kulletánból, felhívott engem, hogy nincs-e valami olyan gitártanítványom, akit tudnék ajánlni a Kulletánba most azonnal. És mondom, de van. Turkevei, jó fej, hosszú aja van? Van. Gitározik? Gitározik. Jó, gitározik? Jó. Megbízható? Igen. Jó, mondjad, felvettük. De mondom, még nem beszéltem az emberrel. És azt mondja, jó, elhiszem. Hosszú, jó fej. De... ez volt a sorrend, tehát hosszú haj, és aztán jól gitározik. De nem, amúgy tudta, hogy nem ajánlok olyat, aki persze. Mondjuk nem túl jó. Beajánlottam, és tökre meg voltak vele elégedve, és mondta egyszer majd a Molics Zsolti, hogy ez nagyon hálás lesz nekem, így meg úgy, és pont amikor a Kárpátiába kiszállt a gitáros, akkor Molics Zsoltival beszélt a Petrás Jani, hogy kit ajánl, vagy tud-e valakit, és Molics mondta engemet, azonnal. És felhívott Jani, és mondtam, hogy hát én még akkor vagyok egy-két zenekarba, ami most így hirtelen még koncertezik, mert nem tudom vállalni. És akkor azt mondta, akkor keres mást. Mondom, szívesen jönnék, csak úgy nem tudok, hogy most holnap jövök, hanem úgy tudok, hogy akkor normálisan elrendezem a dolgaimat, szerzek magamnak egy helyettesítőt, aki a koncerteket lehet, tehát senkit nem hagyok szarba. És akkor azt mondja, Jani, megértelek, nagy like, tök jó, de így a Kárpát nyakkegítás is így nem működhet, megértem. Nagyon jó minden. Aztán úgy tudom, én, de lehet, hogy nem így volt, felhívta megint Molics Zsolt, hogy ajánlja egy gitáros, és akkor mondta, hogy Beck Zolika. Ő meg nem is volt akkor pont egy zenekara, igaz? Hát én akkor jazzbe. Jazzbe nyomult, ült egy bárszéken. Relatív, igen. Bárszéken ülve zenélgetett ott a kis háttér. Rövid hajjal. Húha. És akkor megnövesztetted azóta. Nő magától. Különös. És akkor bekerült Zolika a Kárpátia zenekarba. És aztán hirtelen eltelt egy hónap, és akkor elment a másik gitáros, és gyereke született, saját szólólemezeket készített, stúdiózgatott otthon, tehát nagyon sok felgyűlöm lett neki, és mondta, hogy nem csinálj tovább. És akkor felhívott Jani, na és most jössz a Kárpátiába? Mondom, eddig is jöttem volna, csak megint ugyanúgy tudok jönni, ahogy eddig elmondta. Azt mondta, jó, akkor beszéld meg a Levivel, hogy egy hónapot még vállal-e, hogy lejátsz a bulikat, meg ilyeneket, és akkor te meg ott nyugodtan szerezd magadnak. Tehát várjál korrektan. Jó, megbeszéltem, amivel mondtam, hogy meg van beszélve. Oké, akkor gyere gitározni. És így kerültem be másodjára a zenekarba. Nagyon szép, ez ugye 2011-ben volt mind a két eset, és hogyha már itt mondtad a Cool Head Clan-t, akkor elmondom, hogy anno 2003-ban startolt ugye a Kárpátia, igen. És akkor három taggal a Cool Head Clan-ból. Ezt azért hoztam most fel, mert izgalmas, hogy mennyire kibővült azóta a tagság. Ezt a zene követelte meg, vagy egészen egyszerűen csak így jobb buli együtt zenélni? Indokolt, hogy ennyien legyetek? Igazából indokolja magát a sok népi dallamot használunk, illetve amire ma már azt mondják, hogy népies. És a cselló furúja, a két lány, akivel kibővültünk, csak színesíti, és autentikusabbá teszi ezeket a motivumokat. És közelebb hozza az emberekhez is. Igen, nagyon szeretik az emberek, mert ugye, tehát nem minden nap látsz egy rockzenekarba egy csellóst a színpadon. Azért régebben még úgy lépett fel velünk Piroska, Egedi Piroska volt, vagyis van is a csellós, úgy lépett fel velünk, hogy ilyen estélyi ruhával leült egy ilyen székre, és mint hogy egy operaházba játszana, ugye én meg szakadtan elő rockercuszba tombolok. És az a kontraszt, ez olyan furcsa volt, de érdekes. Most már azóta ő is áll a csellóval, elektromos csellóval játszik, és ő is tombol, és rázza a haját, és egyébként nagyon szeretik az emberek, nem csak őt, hanem a Beát is, aki már egy kicsit hamarabb is a Kárpátiában volt, Piroska előtt. Ő furúja szakon végzett, tehát a Piroska is Németországban hivatalosan mesterdiplomázott csellós, és a furujás lány is a Garam völgyében beállta ő is, tehát ő hivatalosan papíron is végzett zenészek. És tényleg nagyon sokat tettek hozzá szerintem a Kárpátihoz, mind hangszerelésbe,
dalok ötletekbe bárhol. És Zoli, neked a jazz zenéhez képest ez a fajta zene, ez okoz úgymond kihívást? Pont ezek miatt, a népi elemek miatt talán okozhat, de azt gondolom, hogy az egyik talán egy kicsivel összetettebb. Igazából nem okoz kihívást, mert én a jazz előtt rockot játszottam. Nem tudom, ismeritek-e a Crossholdert, abba is alapító tag voltam. Játszottunk sokféle formációba rockot, csak én abba hagytam. Hát akartam csinálni mellette, csak a jazz suli elvitte az időmet, és nem tudtam. Hallgassunk meg most egy dalt tőletek, érkezik az örökségem, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést a Kárpátia zenészeivel. Anyám ajkáról minden szó száll, mint könnyű pillanó. Apám hangja mennydörgő, égő szintén keményen beszélt. Ha éjjel ébren álmodom, a csendben őket hallgatom. Hallom, hogy suttogják nekem, légy büszke magyar gyermekem. Apám szíve szúgó harang, anyám lelke fehér galamb. Amit kaptam, viszem tovább, örökségem a szabadság. Anyám keze az irgalom, tíz ujjat, tíz virág szirom. Apám ökle az igazság, ügyöttem mások asztalát. Érintésük arcomon, a halálomig hordozom. Ha egyszer fegyvert markolok, az ő kezükkel harcolok. Apám szíve szúgó harang, anyám lelke fehér galamb. Amit kaptam, viszem tovább, örökségem a szabadság. Tükrében minden látható. Apám komor tekintete, méráncok sűrű erdeje. A sötét háztető felett ezernyi csillag lépeget. Nézem az elfolyó időt, a múltat görgető jövőt. Apám szíve szúgó harang, anyám lelke fehér galamb. Amit kaptam, viszem tovább, örökségem a szabadság. Apám szíve szúgó harang, anyám lelke fehér galamb. Amit kaptam, viszem tovább, örökségem a szabadság. Rádió Rock 95.8. A Magyar Hangok szól a Rádió Rockban, stúdió vendégem a Kárpátia két zenésze, Szijjártó Zsolt és Beck Zoltán, velük beszélgetek, és mert a Kárpátiáról ugye lehet tudni, hogy saját dalok mellett eléggé gyakran régi magyar dalokhoz nyúltok, feldolgozzátok, átdolgozzátok ezeket. Hogyan működik ez? Mikor választotok ki egy régi magyar dalt? Ezeket konkrétan keresitek, vagy szembe jönnek? Hú, ezt nagyon csúnyán fogom megfogalmazni, de igazából... Na nézzük! Például csak fölhozom a Góg és Magóg fiát,
Ady Endrétől, hogy így egymásra nézünk, és ez olyan, mintha a Kárpátiának írták volna. És innen át is vesszük, és tehát azok érezzük, a versek, ami nekünk is tetszenek, azok a régi dalok, ami nekünk is tetszenek. Azok. És ezáltal, de az, hogy nagyon sok, az tudás, minden egyes Kárpátia lemezen van egy feldolgozás. Tehát így van megoldva, és de ez azért jó, mert így a nagymamáink is jönne eljönnek a koncertre, és az nekem először tök furcsa volt, és vicces is, és nagyon jó érzés volt, hogy az első sorban volt 80 éves, a kisgyerekkel a kezével 4 éves, és mert tehát nem korosztály függő a zene. Pont ettől is. És ugye tudják énekelni velünk, szeretik, sokféle változatos, sokszínű, és ez pont emiatt is van. Mondjuk egy koncerten ez eléggé csalogató lehet, mert hogyha például egy fesztiválon játszotok, és valaki még nem ismerte a zenéteket, oda jön az ismerős dallamra. Csak utána ugye ott pontosan kell tartani a saját dalokkal. Így van. Ez végül is, mondhatjuk, hogy koncepció is, de az a lényeg, hogy színes legyen a közönségünk, hogy jó sok minden, tehát minden kategóriából, időkategóriából ott legyenek. Mert nem sok olyan élő zenei koncertet tudsz mondani, ahol a nagymama ott a kisgyerekével, és otthon volnak a rockerek, tehát mindenfajta ember ott van. Ez amúgy nagyon izgalmas lehet, hogy hogyan kommunikáltok a közönséggel. Sziasztok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves nagymama! Szoktunk videó, hogy természetesen viccesen, ahogy jön, mi nem színészek vagyunk, zenészek, tehát mi nem tudjuk eljátszani azt, hogy kell jó fejnek lenni, próbáljuk magunkat adni, aztán, hogyha szeretik, akkor szerencsénk van. És hogyan születik nálatok egy saját dal? Összeül a csapat és együtt agyaltok? Összeülünk általában, Zolikának van egy stúdiója, lemegyünk oda, Petrásani már hoz egy szöveget, fejébe egy dallammal, akár egy ilyen vázlattal, hogy ámul után célul legyen, vagy tehát, hogy milyen kísérletet gondolna rá, és összeülünk hárman, és elkezdjük meghangszerelni, és kitalálni, hogy most a refén az így jöjjön, úgy jön, tehát egyszerre hárman csináljuk, felvesszük, még ott van, hogy reggel bemegyünk, és este 8-ig ott vagyunk a stúdió, és felvesszük, hazavisszük meghallgatni, és hívjuk egymást, hogy te, ez olyan rossz lett, szerinted is? Igen. Másnap visszamegyünk, és akkor nekülünk újra, felhívjuk este egymást, hogy fú, ez most nagyon elkaptuk, szerinted? Szerintem is, akkor ez így marad. Tehát ilyen megbeszéléses alapon, de ez így tök jó. Van egyébként belerakja az ötletét. Fix recept, amit mindig követtek? A fix recept az nálunk az, hogyha mi is élveznénk, mint hallgató. Megcsináljuk, hátrébb állunk 10 lépést, ha élvezzük mi is, akkor jó. Amire bevillázunk. Nincsen az, hogy jóvá vagy jóra hallgattátok a dalt? Tehát, hogy már annyiszor meghallgattátok, hogy azt mondjátok rá, hogy na, ez teljesen rendben van. Hát olyan van, hogy amikor 8 órát szenvedtél egy dallal, mert nem jön, tehát nem minden, van sokfajta dal jön. Van, ami egy percet megír, és azt mondod, ez marami jót. Na jó. Vagy van olyan, amit 8 órát szenvedsz vele, és akkor meg szeretnéd azt hinni róla, hogy ez jó lett. Mert hát ne legyen felesleges munka. De az mindegy, nagyon jó lett. Másnap meghagyjuk, ez nem lett olyan jó. Kerülnek ki kukába dalok? Kerülnek. Persze. És időt is hagyunk magunknak, mert mi körülbelül márciusra már látjuk, hogy néz ki az anyag. Fölvéve demóba hallgatjuk, és akkor egy hónap pihenő. És tiszta füllel újra hallgatjuk, és akkor hoppá, vagy nem hoppá. Volt olyan, hogy a kivéreztetett című dalunkat, azt először megcsináltuk ilyen metalba, rockba. Nem lett jó. Aztán csináljuk megint kicsit olyan jazzesebb akkordokkal, érdekes akkordmeneteket. Na most ez. És meghallgattuk, nem jó. És aztán lementünk ilyen émol, cédul, akármilyen, csak valami. De ez tök jó lett így. Szerintetek is? Mutassuk meg embereknek. Én barátainknak szoktuk megmutatni, családtagoknak. És akik őszintén válaszolnak, nem azért, hogy azt mondják, hogy mert te vagy benne, és azt mondom jó, hanem megmondják, ha nem jó. És ha nekik is tetszik, mindenki, akkor azt mondjuk, ez jó lett. És amikor mondjuk így megkapjátok a véleményeket, leokéztok egy dalt, hogy oké, akkor ez most így jó, addigra már megvan belőle a felvétel, tehát akkor gyakorlatilag a koncerthez ezután tanuljátok be? Persze, igen. Hát a Kárpátiának 150 dala van, szokták bekívánni, játszátok el, és akkor mondjuk, hogy most hirtelen 30-al készültünk, de nem tudjuk mind a 150-et eljátszani, ha hiszitek, ha nem. Szerintem 180 körül vagyunk. Jó, én még 150-et is vagyok. Most csak hozzávetem. Bizonyos az mondta. Összes koncerten bekiabálósnak, hogy igyekezzenek abból a merítésből szedni, ami éppen a repertoárban van, de hát ott is variáltok, azért ennyi dalból lehet. Minden hónapban 5 dal kiesik, és 5 dal bekerül. Ez nagyon izgalmas, és tetszik ez a rendszer, mert gyakorlatilag, ha valaki ugye több koncertre megy el, tőzsgyökeres rajongó, akkor ő nem fogja mindig ugyanazt hallani. Sőt, volt olyan, hogy a pénteki műsor más volt, mint a szombati műsor. Pontosan, mert szoktak olyanok, hogy olyan rajongók is vannak,
aki nem csak az egész országból követnek, hanem van, hogy Finnországból eljönnek, és akkor jönnek velünk turnéra végig, vagy Lengyelországból. És akkor az milyen unalmas, hogyha meghallgatod Cegléden a zenekart, és utána meghallgatod Szombathelyen, és ugyanazt a műsort játszod másnap. Nem, eljön ott, öt más dal lesz. Persze vannak standard dalok, amiket kötelezők, és az nem kerülnek a műsorból, de cserélődik, folyamatosan váltjuk. A Rádió Rockot hallgatod, a vendégem a Magyar Hangokban a Kárpátia, most meghallgatjuk az Otthon vagyok című dalt, utána pedig beszélgetünk egy kicsit a műfajról is. Ez itt a föld, ami szívembe írta, égő betűkkel hazám nevét. Karjai hatalmas hegyekként fonják körbe a világ legszentebb helyét. Ez itt a föld, ami magába hitta, a szabadság oltárán kiröplővért. Testét a testébe zárta, hogy harcosként jöjjön egy új nemzedék. Itt bárhova lépek, otthon vagyok, felettem a csillagösvény ragyog. Köszönt a nap, köszönt a hold, ahol születtem, ott is halok. Köszönt a nap, köszönt a hold, ahol születtem, ott is halok. Ez itt a föld, ami keblével táplál meg annyi idegen s minden magyart. Mégis a kapja jóért cserébe, hálából inkább a húsába mart. Ez itt a föld, ami szótlan viselte, az évezredek vágta összes sebét. És hányszor gyalázták, hányszor taposták, igában mégsem hajtott a fejét. Itt bárhova lépek, otthon vagyok, felettem a csillagösvény ragyog. Köszönt a nap, köszönt a hold, ahol születtem, ott is halok. Köszönt a nap, köszönt a hold, ahol születtem, ott is halok. Csak rockzene. A legjobboktól a legjobb hallgatóknak. A Magyar Hangok szól a Rádió Rockban, vendégem a Kárpátia két zenésze, Szijjártó Zsolt és Beck Zoltán, mondhatjuk a gitáros szekciója a bandának. Így van. És hát mielőtt belevágunk itt a legfrissebb anyagba, azelőtt beszélgessünk egy nagyon kicsit a műfajról. Mit jelent számotokra az, hogy nemzeti rock együttes vagytok? A nemzeti rockot nehéz megfogalmazni. Sok zenekar képviseli, és ez egy gyűjtő fogalom. Mindenki, ahogy látja, ahogy csinálja. Ez olyan, mint a, hogy mondjam, megjelent a metal. És én már nem tudom követni, hogy a metalon belül hány metal van. A nemzeti rock is így szélesedik. Mi csináljuk a saját Kárpátia féle nemzeti rockot, ami a hagyományőrzésről szól, a magyar nyelv adta sajátosságai alapuló dallamok. Nem erőszakoljuk meg a szöveget, hanem ahogy a magyar nyelv adja, úgy énekeljük. Tehát ez is az egyik legnagyobb fegyverünk a zenében. És természetesen a magyaros dallamok. Valamint az is, hogy az elszakított területeken lévő magyarságnak egy megszólítása, tehát hogy ők is magyarok, egyik vagyunk. Tehát próbáljuk ezt így ápolni. Hadd kérdezzek tőletek most valamit, mert ez mindig is érdekelt. Nagyon-nagyon sok fronton és fórumon olvasom azt, hogy vannak emberek, akik úgy vélekednek a zenétekről, hogy gyűlöletet gerjesztetek, kirekesztitek az egyes rétegeket ezzel a fajta zenével. Ezt szerintetek miért gondolják így, és hogyan viszonyultok ezekhez a visszajelzésekhez?
Hát alapvetően mi nem rekesztünk ki senkit. Szóval ez kicsit ez a mai világban lévő megbélyegzés, hogyha valaki bármit kimond, akkor gyorsan skatujába kell rakni. Vagy ez az oldal, vagy ez az oldal. Ha valami mellett leteszed a voksodat, akkor már ugye támadható vagy. Mert azt mondod, hogy valamilyen vagy. Nem szabad semmilyennek lenned, ugye akkor nem tudnak megtámadni semmivel. Tehát ez egy érdekes dolog. És akkor például egy ilyen visszajelzésben, hogy valaki azt mondja, hogy gyűlölet generálás zajlik mondjuk egy Kárpátia koncerten, ebben nincs igazság? Tehát akkor ez szerintetek egyfajta fanyalgás részéről? El kell jönni, olyan jó bulik vannak, tényleg, tök vicces. Tehát én nagyon jól élem meg őket, tehát teljesen jó hangulatok. Nyilván vannak komolyabb témák, amik nem viccesek, mi mindig pozitívan próbáljuk meg. Tehát, hogyha van egy negatív téma, azt is megpróbáljuk a jó oldalát nézni, és pozitívan próbálunk hozzá. Az, hogy most a politika mennyire van belevéve, nem tudatosan, de hogy most a politika ízik megtámadnak erről vagy arról, az nem tudsz olyat csinálni, ami mindenkinek jó, tudod. Tehát nem is akarunk, olyat csinálunk, amit tudunk, és aztán mondanak, amit akarnak. A lényeg, hogy sokkal többen szeretnek bennünket, ugye? És ott vannak a koncertek, és jó a hangulat. És fantasztikus a közönségetek. Tehát itt számolgattunk műsor előtt, YouTube nézettségeket adogattatok össze ti is. Mekkora volt a szám, úgy nagyjából? Több milliós, ugye? Hát ez több a golyós számológéppel, amit itt tologatni kell, azzal nem lehet erre most már ezek a... Több száz millió YouTube nézettség a Kárpátiának. És ami vicces, hogy mi sose csináltunk olyat, jó, egyszer, de az is ilyen vicces. Tehát, hogy nem toltunk bele 5 milliót egy klipbe azért, hogy magáért a klipbe, mert táncol egy lány, vagy nem tudom, azért megnézzék. Csak ott volt a zene, és valami kis egyszerű képek, sőt, általában a legtöbbet a rajongók csinálták. Mi is néztük, hogy nézd már, megint van fent egy klip, valaki csinált egyet. Megnézem, 8 millió a nézettsége. Ez hát ilyen eszméletlen egyébként. Ilyen magyar népese szájról szájra terjed. Azon kezdek most itt filózni, hogy elmondjuk-e, de nyilván mondjuk el a hallgatóknak, mert egy nagyon izgalmas koncepció, hogy a lemezeladás ma már nem feltétlen úgy megy, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, ennek ellenére nagyon szép számokat produkáltok, viszont Zoli, egyszer kiszámoltad, hogy az N-korona letöltésekből mennyi jönne össze, hogyha a CD-be ment volna? Hát, hogyha csak ilyen hasraütés számolatjában. Az milliárd fölött. Azt a mindenit. Szerintem nem csak mi vagyunk így ezzel a mai persze világban, de ez az internetnek a hát a velejárója. Velejáró rossz, és velejáró jó. Igen, mert terjed is a zened, viszont ugye. Reklám valahol, persze. A Lemi azt mondta, hogy ha nem tölti, hogy van, hogyha letöltik a lemezedet, annál csak egy rosszabb dolog van, ha nem töltik le. Tehát, inkább érdeklődjenek iránta az emberek. És mi úgy szoktuk egyébként, hogy a megjelenés, a lemez megjelenés napján fel is tesszük a Kárpátia YouTube csatornájára a lemezt, hogy itt van, hallgassátok meg jó minőségben, hogy nem más tegye fel esetleg rosszabb minőség, még mit feltesztük. Ez jó, tehát megelőzitek azt, hogy valaki mostanában, igen. És akkor úgy gondoljuk, hogy az vegye meg a lemezünket, aki először végighajtja, nem zsákba macskáltanunk, és tetszik neki, és megtiszteli azzal a zenekart, hogy azt mondja, hogy neki ezt megveszi eredetibe, és aláíratja a koncerten, beteszi a polcra a relikviának, bármi, aztán hallgatja a kocsiba egy MP3 lejátszóra, tök mindegy, csak hogy egy ilyen, szinte egy tiszteletpéldány megveszi. És szerencsére vannak ezek az emberek, akik így megtisztelik a zenekart, és ez nekünk is tök jó, meg valahol jó is ez, hogy meg tudják előre hallgatni, és tudják, hogy miért fizetnek. Nem sokára beszélgetünk a legújabb anyagról, a 2016-os Territóriumról, előtt azonban szóljon nálunk a Hajduk című dal itt a Rádió Rockon. Ahol a végtelen a földre ráborul az ég, ahol perzsel a nyár, és fagyos a tél, ott a nagy magyar rónába beleordítok, jól nézzetek meg, hajdú vagyok. Budától Bécsig rettegték nevem, hagytam hátra testvérem fegyverem, Dózsa György húsával eltettetek, de hajdú vagyok, nem törtök meg. Bátyám a vihar, húgom a szél, a pusztában őseim lelkezen él, s a vérre ráztatott évszázadok, velem üvöltik, hajdú vagyok. Bátyám a vihar, húgom a szél, a pusztában őseim lelkezen él, s a vérre ráztatott évszázadok, velem üvöltik, hajdú vagyok.
Salzburg és török. Farkasként éltem a farkasok között. Vasláncra verni egy sem tudott. Hajdú vagyok, szabad vagyok. Csizmáját nem törli senki belém. Megvédem mindazt, mi joggal enyém. Kezembe moskai zászló lobog. Hajdú vagyok, nem alkuszak. Bátyám a vihar, húgom a szél. A pusztában őseim lelkezen él. Csak vérrel áztatok évszázadok. Velem üvöltik, hajdú vagyok. Bátyám a vihar, húgom a szél. A pusztában őseim lelkezen él. Csak vérrel áztatok évszázadok. Velem üvöltik, hajdú vagyok. Ez volt a Magyar Hangok. Rádió Rock 95.8. Emmanuel Macron nyerte a francia elnök választást. A Rádió Rockban a stúdióban vendégem a Kárpátia két zenésze, Szijjártó Zsolt és Beck Zoltán, és a 2016-os Territóriumról beszélgessünk egy kicsit, ez a legújabb lemez. Mennyire várja a közönség az új dalokat? Nehéz ezeket úgymond átvinni? Hát olyannyira várja, hogyha ugye nálunk mindig augusztus 20-a megjelenés, és szokott lenni ízelítő 1-2-3 szám, akár már ilyen április-május, ilyesmi. Uh-huh. És hogyha nem jelenik meg, akkor már írogatnak Facebookon, hogy úristen, mi a baj, éltek még, vagy lesz lemez, vagy nem lesz lemez, és hát nagyon várják. Tehát akkor nem az van, hogy mindenki ragaszkodik a megszokott nagy koncertkedvencekhez, hanem viszonylag könnyen tudtok berakni a műsorba új dalokat. Hát olyannyira, hogy mi minden lemezről játszunk koncerten. Igen. Arányosan. Nyilván az új lemezről mindig egy 5-6 szám először, és utána beáll ez a lemezenkénti 3 szám körülbelül. Hát ez egyre nehezebb lesz, hogy így haladunk előre, vagy egyre hosszabb lesz a műsor? Szerencsére, de tehát nem rövid a műsor, mert másfél órás koncertek bármikorunk 35 dal. Hmm. Egy átlag rock koncert az egy ilyen 20 dal. Mi 35-öt játszunk. Azon filózom közben, hogy egyrészt a műsor is hosszú, másrészt viszont eszméletlen sok koncertetek van. Tehát így megnézegettem a koncertlistát, hát gyakorlatilag nem tudom, mikor tudtok időt tölteni a családdal, vagy mikor tudtok pihenni. Úgy van összeállítva, hogy mindig van egy kis pihenő hétvégénk. A következő az a augusztus 30-ai körül. Akkor pihenő következő augusztus 30. Nekem az nem lesz pihenő, mert jön a második gyermekem. Úgyhogy nekem... Ó, gratulálok. Köszönöm szépen. Fiú, lány, lehet már tudni? Úgy néz ki, egy fiú. Nagyon gratulálok. De minden hónap, két hónaponta van egy pihenő hétvége. És olyankor bennetek van az, hogy 2-3 nap után már nem bírjátok ki, és lemennétek valahova beszélgetni, meg újra zenélni egymással? Nem, csak hívogatjuk egymást egy 10 nap után, hogy unatkozunk, és jó lett volna egyet koncertezni. Igen, hát... Sok a koncert, de szerencsére úgy van, már novemberben leszervezzük a következő évet. Tehát november közepén már tudod, hogy mikor, hol lesz koncerted. Ezáltal a nyaralást, a munkáidat, vagy bármit be tudod úgy osztani, hogy tudod a dátumokat. Mm. Például szerencsémre meg szoktak hívogatni, meghívott már az Oszcián és a jubileumi koncertjére, a Moby Dick is, és megnézik a raptárat, tehát akkor lesz a koncertjünk, gyere ide, és a lyukakban, tehát úgy mondta, hogy a szabad hétvégeken tudok zenélni itt-itt, ami egy érdekesség, egy különlegesség. És kell még nektek próbálni? Nyilván egy új dalt igen, de amúgy... Próba szerencse, azt mondják, de nem igen, szoktunk. Csak nem szoktunk próbálni. Ilyen sok együttzenéléssel nincs szükség rá. Mindenki tudja a dolgát, nagyjából úgy játsszuk, ahogy a lemezen, ha nem, azt persze összepróbáljuk koncert előtt, új számokat meg természetesen átnézzük azt előtte. Azt meg úgy szoktuk, hogy lemegyünk 5 órára, addigra össze van állva a cucc, és 7-kor van a beengedés. 5-7-ig próba a helyszínen. Hm. És hogyha az is jó, mert akkor addigra a technikusok beállítják rajtunk a hangot, tehát a soundcheck egyfajta próba is. Ez nagyon tetszik. A hangot, ez, és ez... akkor nem az, hogy feljön a közönség, és akkor adjál már egy át. Meg... Ez praktikus persze, közönségbeengedés előtt szerintem ez egy jó szempont. Viszont, hogyha tényleg ennyi időt töltötök együtt,
nem szeditek szét egymást? Tehát ezt hogy bírjátok? Hogy működik a csapatdinamika? Ez olyan, mint egy család. Tehát ott is nyilván vannak ajtócsapkodások, meg szétszedjük egymást, de alapvetően szeretjük egymást, és barátok vagyunk. Például mi volt az utolsó ilyen ajtócsapkodás, ami már megoldódott akár? Én egyre emlékszek, amikor mentünk hazafele, és 400 kilométeren keresztül veszekedtünk, hogy ki szereti a kaport. Szerencsére most a kapor ellenes két vezetője ül itt, úgyhogy hangot adunk. Te se szeretek? Akkor veletek vagyok? Teljesen fölösleges. Pont a mozgalom két vezetőjével találkoztál. És két tagjával. És két tagjával. Nem szeretjük a kaport semmiben. Arról volt szó, hogy a kaporba, hogyha bármire beleteszed egy túrós csoszát, vagy akár meghatározza az ízét. Ugye, mindegy, hogy milyen kajába teszed, ha csak egy nagyon kicsit ragsz bele, akkor is. Nem, meghatározott, tönkre tesz. Tönkre tesz, így van. És köszönöm szépen. Jani viszont válaszolt a vitára egy vicces húzással, hogy a lemez címe az lett, hogy tartsuk szárazon a puskaport. És azért, mert Jani nagyon szereti a kaprot, és direkt, hogy velünk megmutassa az ellenzéket a kapor ügybe, akkor azt mondta, hogy lemezcímben benne lesz a kapor, és így lett benne a puskapor. Hatalmas. Értem ezt a 400 kilométeres vitát, hogyha gondoljátok, szóljátok, erősítem az oldalatokat. A Rádió Rockban meghallgatunk egy újabb dalt, most erről a 2016-os Territórium című albumról szól a Bátrak dala, utána folytatjuk a beszélgetést. Ősöket szűnnek a magyar anyát. Átsüt a nap, a felhők mögül, a bátraknak minden sikerül. A bátraknak minden sikerül. Az marad állva, aki kitart, aki látja a készülő kőbihart. Legyőzhetetlen, soha se fél, a holnapért küzde, a mának él. A holnapért küzde, a mának él. Szaga száll, arcban eles, mint dicső halál. S a éjjel angyalok énekelnek, a sírba leszálltak, visszatérnek. A sírba leszálltak, visszatérnek. Sikerül. A bátraknak minden sikerül. A bátraknak minden sikerül. Minden, ami rock. Rádió Rock. Rádió Rock. Minden, ami rock. A Magyar Hangok szól a Rádió Rockban, a stúdióban vendégem a Kárpátia két zenésze, Szijjártó Zsolt és Beck Zoltán. Az előbbi kapros beszélgetés tükrében engem meggyőztetek arról, hogy meg fogjuk hallgatni majd a Tartsuk szárazon a pus kaport című dalt is. Viszont azt is osszok meg a hallgatókkal, amit itt meséltetek nekem, hogy tényleg megálltatok a benzinkúton és triguláztatok, hogy hány ember szereti ezt a gyökeret vagy növényt? Gyökérzöldség növény. Nem tudom, igen, húztuk a strigulát, hogy kapor ellen, vagy kapor mellett. Na és mi jött ki? Hát nem húztuk be a kapor mellettieket, és szerintem nyertünk. Azokat nem húztuk direkt, hogy mi nyerjünk. Szép, szerintem is nyertünk. Szép. Ez kicsit arra emlékeztet engem, amikor szavaztak arról, hogy Sopron Ausztriához, vagy Magyarországhoz tartozzon-e, és a soproniak kimentek a temetőbe, és felírták a sírkövekről a neveket, hogy megnyerjék a szavazást. De nálunk van Sopron.
Szép, szép. Tehát akkor a kaporszavazás az legalább erről ekkora, nem hallottam még. Legalább ekkora legenda lesz majd pár év múlva szerintem. Egy nagyon nagy koncertre készültök, ha lehet egyáltalán ilyet mondani. Mitől nevezzük nagyszabásúnak a koncertjéteknek a sorában ezt a bizonyos május 20-ai budapesti fellépést? Nagyszabásúnak? Mert ez a minden évben van egy budapesti nagy koncertünk, és ez most az lesz. Mitől lesz más, mint a többi? Más lesz egyáltalán? Most szabadtéri lesz, mert ahol eddig játszottunk hely, annak van egy bizonyos befogadó képessége, és tavaly előtt is, és tavaly is nem sokan, tehát viszonylagosan, de maradtak kint az utcán emberek, akik nem értek oda időben, és nem tudtak már bejutni, mert a hely egy befogadó képessége nem volt alkalmas. Most egy akkora helyen játszunk, ahol akár 5000 ember is beférhet, a Lágymány is így lábánál lévő, szabad területű, nagy, fekete szakálú, félszemű, kalózos helyen. Hú, de szépen körbeérted. Gyönyörű. Igen. Igen. És lesz előzenekar ugye a Végvár? A Végvár zenekar, az egy, őket nagyon szeretjük, pécsi zenekar, ilyen baráti társaság, és egy kicsit most jelent meg az új lemezük, amit egyébként most vették fel Beck Zolinak a stúdiójába. Ilyenkor egyébként engedik, hogy te beleszólj? Muszáj nekik. Nem engedik, nem is ide. Ők véleményt kérnek, hogy szerintem milyen, hát és el szoktam mondani, hogy milyen, de megköszönik, meg általában szerintem nagy hülyeségeket nem szoktam mondani. És ilyenkor ez de benne van a Kárpátia koncepciójában, hogy szeretnétek fiatal feltörekvőknek lehetőséget biztosítani? Egyébként benne van, igen. Jani az szereti az ilyet, meg mindenki az egész zenekar persze, és sok ilyen nemzeti gondolkodású előzenekarunk van, de ezek szerencsére, vagy számomra szerencsére nem a szélső, tehát nem érzem ezeket egyáltalán szélsőséget, az, hogy azt éneklik, hogy szép hazám, meg, tehát tök jó dalokat játszanak a többiek is, tehát annyira... Ezen filózom egyébként most, hogy így beszélgetek veletek, hogy nyilván mindenkinek a közönségéből ki lehet emelni szélsőséges embereket, persze, erről nem ti tehettek, de hogy ezek az emberek képesek nagyon másmilyen képet rajzolni rólatok, mint amilyenek vagytok. Igen, csak ez olyan, hogy el kell jönni egy koncertre, személyesen kell meggyőzni, aztán mindenki mondja, amit akar, de úgyis a te saját személyes tapasztalatod az, ami a döntő az ilyen ügyekben. Ugye tipikus példa, amikor van 100 ember egy koncerten, egy részek fekszik arccal a sárban, és a nevét már nem tudja elmondani, oda szalad a tévé, és mutatja, hogy ilyen volt a koncert, ezt nézzétek. Te meg ugyanazon a koncerten voltunk, mert én 99 társammal tök jól éreztem magamat. Tehát azért mondom, személyesen kell meggyőződni mindenről, nem kell sinni semminek. És hogyha egy kicsit még így kamerázgatunk a közönségetekben, akkor rengeteg sportolót is lehet közöttük találni. Zoli, te ugye tőzsgyökeres újpesti vagy, milyen érzés az, amikor mondjuk Böde ott csápol egy Kárpátia koncerten? Igazából mi nem osztjuk ugye, meg. Ugye Fradi is, igen. Persze. Mi nem osztjuk meg a közönségünket lila, zöld, piros, sárga, még zöldebb, még lilább, még piros. Volt ez a szurkolói összefogás, amikor fekete pólóban egy fehér Magyarország felirat volt rajta, és így mentek ki az EB-re. Mi ezt képviseljük, mi össze akarjuk tartani a embereket, akár sport, klub szinten is. Mi igazából mi vagyunk ez a fekete póló fehér felirattal, hogy Magyarország. Meg ezt tudod, ez annyira hülyeség, hogy van egy zenéd, amit szeret két ember. De hogyha te azt mondod, hogy te fradista vagy, vagy újpest, hogy te, akkor már nem szeretem a zenédet, holott nem arról beszélgetünk, hanem egy sportról, vagy egy politikáról, vagy teljesen mindegyről. Tehát a zenét azt ne határozzuk meg, meg ne osszuk be másra. Tehát én egészen nyugodtan üljek veled szemben fradistaként. Persze, nyugodtan. És visszatérve Böde Danira, nagyon örülünk neki, hogy ilyen szintű sportolók is szeretnek minket, vagy akár csak említeném a másik barátomat, Hetényi Zoltánt, a magyar válogatott hokikapusát. Neki például a sisakján egy 30 centis, vagy nem tudom mekkora egy sisak, egy 20 centis Kárpátia madár az új lemez borítóról díszeleg. És ennyire szeret nekem minket. Megvan egy Európa bajnok barátom, aki sakkozni is tanít engem, Gonda László, ő is szokott járni a koncertjénkre, és tetre tetszik neki. A Rádió Rockban vendégem a Kárpátia két zenész, és ugyan ígértük, jön a kapros dal. Tartsuk szárazon a puskaport. Olmos fehér vára,
ül a parti fákra, a vizen halka siklik, egy magyar harcigája. Hűvös még a hajnal, hideg volt az éj, csontig hatol át a fagyos haldulai szél. De lenn a végeken, még él a félelem, segítségre vár a déli őrhadár. Tartsuk szárazon a puskaport, ha bár készen hazán földjére van. Testük tége szét, ágyú golyó, lelkünk nyelj el a nagy folyó. La 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 la, húzza lesz! La 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 la, csak húzza lesz! La 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 la, húzza lesz! La 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 la. Vitorla, a szelet még befogja, komor hegyek között visz tovább a hajóútja. A lav eltűnt az égről, ránk köszönt az est, a szürkületben kísértetek éjes szemeles. Az átmonyok között leszáll a sűrű köd, egy bor még körbe jár, s a levegő megáll. Tartsuk szárazon a puskaport, ha bár készen hazán földjére van. Testük tége szét, ágyú golyó, lelkük nyelj el a nagy folyó. La 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 la, húzza lesz! La 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 la, csak húzza lesz! La 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 la, húzza lesz! La 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 la. Szól a Rádió Rockban, vendégem a Kárpáti, a két zenésze, Szijjártó Zsolt és Beck Zoltán. Már említettük, hogy május 20-án egy különleges nagyszabású budapesti koncertetek lesz. Ezzel kapcsolatban mit szerettél volna még elmondani? Hogy most különleges látvánnyal és különleges vendégművészekkel készülünk. Most ezt nem akarom lelőni a jó, de ezért egy-két morzsát. Itt a vetítésről van szó, vagy díszletelemekről? Lesz vetítés, lesznek díszletelemek, olyanok, amik eddig még nem voltak, és lesznek olyan vendégek, vendégcsoportok is akár, csoportosulás, akik tényleg nagyon jól néznek ki a színpadon, és nagyon ügyesek, és feldobják a bulit. Magyarul mondhatjuk azt, hogy ha valaki erre a bulira elmegy, akkor olyat lát, amit korábban Kárpátia koncerten még nem. Igen, igen. Tehát sok olyan elem is lesz, ami direkt erre a bulira készül. Olvastam valamit, és emiatt egy dolgot még mindenképpen szeretnék érinteni ebben a beszélgetésben. Zsolt, honnan van neked kapcsolatod az ex-Judas Priest-es, most Malmsteen-es Tim Ripper Owens-szel? Amikor a Ripper Owens Magyarországra jött egy budapesti koncertre, meghívták, akkor még a Bártfai Laci szólt nekem, hogy jöjjek már gitározni, kísérjük el a Ripper Owens, és magyarokból szerzett neki össze egy zenekart. Konsz Tibor volt a Bonca, a basszgitáros, Király Zoli volt az Akelából, Jung Norbi volt a másik gitáros, és ugye akkor még engem hívtak meg, és akkor meg betanultuk a Ripper által leküldött műsort, és a koncert előtti napján este lejött a próbaterembe, akkor érkezett a repülővel, és én nézett ilyen nagyon csúnyán a napszemekbe, fúha, mi lesz itt? És mondta, játsszátok ezt a dalt, eljátszottuk, nem volt reakció, játsszátok azt, eljátszottuk el ezt,
és akkor semmi reakció, csak hey man, abszolút, wow, és nagyon örült, és akkor megnyugodtunk, jó van, tetszett neki, és elment. Ez volt a probléma. A többi dolog, hát még van 20-valány. Hát ezeket tudjátok, azokat is. Ó. És így elment, és másnap találkoztunk vele a koncerten, lejátszottuk, és tökre tetszett neki. Aztán későbbekben jött egy ilyen Európa turnéra, és akkor szólt, hogy szeretné ez a zenekar kísérni, és akkor mentünk egy több állomásos koncertsorozatra utána. És ilyenkor tudsz egy-két dolgot ellesni, eltanulni, amit akár később mondjuk egy Kárpátia koncerten lehet használni? Hát persze, full profi a csávó, tehát inkább a hozzáállást, a hozzáállásokat, hogy mit kellene csinálni, az, hogy jó legyen egy produkció. Hát viszont mennyire sikerül, nem tudom. Akárhonnan is nézzük, nálatok is full profik zenélnek, tehát itt már te az elején egy fél mondatban említetted Piroskát, ugye, ő cselló mesterként körbejárta gyakorlatilag a világot, Kárpátia zenészéről még nagyon-nagyon sokáig mesélhetnénk, nyugodtan mondd el azt is, ami beléd szorult. Én csak arra akartam rákérdezni, hogy terveztek-e akár külföldi koncertet, olyat, hogy nem külföldi magyaroknak zenélni. Ja, az előző csak annyit akartam, hogy például Piroska így mondja nekem, ja, amúgy még John Lorddal is voltam a Deep Purple billentyűsével Európa turnén, és mondom így, két év után így mondod, így bemondod. Mondom, ja, mert hát ilyen sok ilyen emberrel voltam, és utána is sorolt a virágsztárokat, hogy kivel volt milyen turnén, meg így, miért most mondod ezeket? Így kapkodtam a fejemet. És a másik kérdés, hogy a Kárpátia csak magyaroknak szól, úgymond? Vagy terveztek akár olyat is, hogy élvezhess egy Németországban élő német a zenéteket? Hát ugye a Kárpátia az eddig mindig és magyarul énekelt. Igen. Most a magyar nyelv az egy olyan sokszínű nyelv, hogy mindenre van szavunk. És nehéz úgy átfordítani talán, hogy mindenki értse meg. Hát, elképzelhetetlen egy Kárpátia dal mondjuk angolul? Nem elképzelhetetlen, persze. Lehet, tök jó lenne, semmi nincs ebbe. Csak eddig nem volt ilyen. Tehát eddig mindig így volt, és ez működik. És nem is cél akkor ezek szerint? Az nem lenne, az tök, mert hogyha elejéről nézzük, volt egy olyan repülő, Justice for Hungary, volt is egy ilyen Kárpátia lemez, a Justice for Hungary, ugye angolul van rajta a cím, Kárpátia, az angol címet adtatok, hát mi ez? És ez azért volt, mert annak idején, mikor átrepülték a világrekord volt, ez igaz, a repülővel Atlanti-óceánt, akkor, hogy azért, hogy felhívják Magyarországra a figyelmet, az egész világ figyelmét, ez a repülés, azért írták, hogy Justice for Hungary, igazságot Magyarország, hogy értsék, mert ha csak egy ilyen kriszkrat van felírva az angol számára, vagy az USA-i, vagy akármi, akkor nem értik. És hogy kik ezek, honnan jöttek, és felhívtam a Magyarországra. Ilyen téren, ilyen célra teljesen jó lenne, hogyha és tudnák, hogy milyenek a magyarok. Azt hozzátenném, hogy rengeteg lengyel nézi a YouTube csatornánkat, illetve játszottunk is Lengyelországba, azt hiszem kétszer, vagy... Két, Krakóba és Varsóba volt. És hogy aki lefordítja, ő magáinak tudja ezeket a dolgokat. Itt például gondolok a finn barátainkra, Erikékre, akik folyamatosan jönnek Magyarországra, és nincs olyan testrésze, ahol ne lenne egy ilyen 40 centis Kárpátia tetoválás, vagy esetleg egy magyaros tetoválás. Rajtatok van? Nincs. Ezt a finn oroszlánt, amit a nyakamba lóg, ez is nyaklánc, ezeket tőlük kaptam. Tehát annyira szeretik a zenekart. De sokfajta nemzetiségű ember is jár Kárpátia koncert. És nem is ért egyébként, hogy miről jönnek, vagy próbálgatja ilyen Google fordítani, vagy akármilyen fordítani a dolgot. Az szép, azt látom magam előtt. Sajnos elrepült az időnk, úgyhogy arra kérnélek titeket, hogy választhatok ki egy magyar rock előadót és egy magyar rock slágert, ami hatást gyakorol rátok, hatást gyakorolt, vagy csak szeretitek, jó sztoritok van vele kapcsolatban. Most itt beszélgettünk, hogy ki legyen az, és akkor a Lordtól a Hargita című dalt egyhogy passzol is a témához, nagyon tetszik nekünk is, plusz a Lordot én például személyesen kisgyerekkorom óta ismerem, mert annak idején egy turkevé haverom dobolt a Lordba, plusz még 10 éves volt, amikor Erős Attiláék bejöttek a szobámba, és nézték, hogy te már gitározol, és eljátszotta nekem a Ragadozók a szélben, és néztem, hogy fú, a Hosszai bácsi, de tud gitározni. Mondtam anyunak, menjünk-e, hol lesz a következő? Szegeden, lementünk a Lord miatt Szegedre, egy ilyen hajón játszottak a Tiszánál, és akkor ott néztük, hogy úristen, hogy tombolnak, és hosszú jó bácsi. Hú, gitározás van. Úgyhogy legyen a Lord. Akkor ja, ez... És sokat játszunk egy évben a Lorddal közös koncertet. És akkor a dátumokat nézve, május 20-án budapesti koncert, augusztus 20-án majd várjuk az új lemezt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a Kárpátiából. Beszélgettem Szijjártó Zsolttal, gitárossal, és Beck Zoltánnal, aki szintén gitáros. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük meg, sziasztok! Hallgass továbbra is a Rádió Rockot, a következő órában folytatódik a Magyar Hangok, én Rédl Ádám vagyok.